A műtárgyak jelképes örökbefogadásával a játékmúzeum fenntartását segítik a mecénások. Varga Tamás országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára egy parkban játszó katona zenekart fogadott örökbe. Nem véletlen a választás tudatosan olyan babát vagy együttest kerestünk, amely összefügg az új feladatommal a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárságával, ezért a katonák. A körbe többféle módon különböző támogatási összegekkel lehet bekerülni. A múzeum számára rendkívül fontosak az ilyen jellegű felajánlások. Szükség van arra, hogy itt a közösséget megtalálva közösen fehérváriak, vagy akár nem fehérváriak is, hozzájáruljanak ehhez, és mi nagyon megköszönjük a mindenki segítségét, aki már eddig részt vett ebben az örökbefogadási rendszerben, és akármennyi összeggel hozzájárult. A múzeum továbbra is várja azok jelentkezését, akik a támogatói körbe szeretnének tartozni. A támogatások nagyban segítik az intézmény munkáját, és azt, hogy a 7-7 játékmúzeum Székesfehérvár gyermekszobájává válhasson.